Készítsen oszlopdiagramot a munkalapra, amely megmutatja, hogy az egyes megállóknál hány százalékos volt a villamos kihasználtsága. Hát ebből nem mutatott nekünk sok mindent. Tehát ebből azokból kifolyólag mi kell nekünk. Ezt kell ábrázolnunk, a megállók kihasználtságát. Voilà. Tehát beszúrás, diagram. Itt van a kihasználtság diagramja, nézzük meg, hogy egyrészt oda-alulra kell, másrészt pedig itt vannak diagramon, ne legyen jelmagyarázat, hát általában nincs is jelmagyarázat, ide lehúzom most. Általában nincs is jelmagyarázat, ha egyetlen adatsort ábrázolunk. A cím 6-os villamos kihasználtsága, tehát ide helyett, a szöveg helyett a 6-os villamos kihasználtsága szöveg jön, és minden megálló neve látszódjon a vízszintes tengelyen. Jelen pillanatban mindegyik látszódik, de több lehetőséged van a diagram szélességének, illetve a betűméret beállításának a... itt van a feliratoknál. Ja nem, itt már ezeknél a kezdőlap, és akkor a betűméret csökkentésével például biztosan tudod szabályozni, hogy mekkora legyen, vagy hogy minden betű, minden megálló neve megjelenjen. Voilà. Hogyha ezt függőlegesre akarod, akkor még magasabbra, ezt viszont, hogy kell ezt kisebbre venni. De jó lenne, ha eltalálnám, megvan így. Akkor is beállítom így. Nem, ez csak nem lehet külön méretezni. Ó, ezt a hülyeséget. Jó. Tehát készen vagyunk a feladattal. Menj el, az egyes cellákat told fel a tesztünkbe, és készen vagy.